Köszöntöm Önöket, jó napot kívánok, a Pécs Televízió sportműsorát látják. 1999. januárját írjuk, itt az ideje tehát, hogy a tavalyi évről szemvetést készítsünk, különösen akkor, hogyha a város sportlétesítményeiről van szó. Szeretettel köszöntöm a sportlétesítmények igazgatóságának igazgatóját, Lábodi Imrét itt a stúdióban. Köszönöm, hogy elfogadtad meghívásunkat. Értékeljük egy picit 1998-at, de mindenek előtt arra kérlek, mutassuk be, mely intézmények tartoznak hozzátok. Végül is a sportlétesítmények igazgatóságának a létesítmény körét én két részre bontanám. Az úgynevezett törzs, illetve az üzemeltetésre megkapott, várostól megkapott létesítmények. A törzshöz tartozik hát természetesen a Lauber sportcsarnok, a városi művégpálya és a Várkői stadion. Mi üzemeltetjük ezen kívül a Stadion utcai labdarúgópályát, és most már a kézi labdacsarnokot is, a Kovács-telepi Gyöngyvirág utcai labdarúgópályákat, Tüzér utcai futófolyosót és a városi lőteret. Tehát azért elég széles a paletta. Igen, hát végül is 98-ban ez hozott egy jelentősebb változást a működésünkben, hogy ezek a létesítmények ide kerültek, illetve beüzemeltük a sportcsarnok 97-ben épült új szárnyát is, ahol biztosan most már elterjedt kicsit a köztudatba is, hogy egy teljes szolgáltatási körrel egy fitness szalon működik, ahol aerobik, testépítés, szauna, szolárium, ilyen dolgok állnak a lakosság, illetve az élsportolók rendelkezésére. Ha röviden tényleg 98-ról beszélnénk, akkor melyek lennének azok a legfontosabb elemek, amelyeket akár pozitív vagy negatív értelemben ki kellene emelnünk az elmúlt évről? Hát ezt két részre bontanám ezt a dolgot is. Egyszer a sportszakmai rész, ami szerintem elfogadhatóan, illetve jól sikerült. A rendezvények színvonalára, mennyiségére azt hiszem senki nem panaszkodhat, bizonyítja ezt a nem tudom hányszor volt telt házunk. Természetesen elsősorban a női kosárlabda mérkőzésen, de nagy örömünkre ugye a férfi kosárlabda is felzárkózott erre a színvonalra, és szerintem nem sok hiányzik, hogy a harmadik itt működő csapat, a férfi kézilabda is hasonló színvonalra kerüljön. Egész közel állnak ők is ehhez a dologhoz. A másik része pedig a gazdálkodás terén, úgy érzem, sikeres évet zártunk, amely köszönhető egyrészt, hogy a fenntartónk, az önkormányzat, illetve a sportbizottság igen korrekt módon teljesítették az ígérvényeiket, másrészt pedig nagyon jól sikerültek a saját bevételi terveink is, amit remélünk 99-re is. Átléptünk tehát a mostani évre, melyek a tervek, és azt hiszem az sem elhanyagolható kérdés, hogy ezekhez megvannak a szükséges források, azaz az anyagi fedezet. Végül is a tervek most készülnek, tehát március körül kerül mindig elfogadásra a város költségvetése. Gondolom a finanszírozásban különösebb változás nem lesz, hiszen eddig is úgy nézett ki a dolog, hogy körülbelül 30%-át kaptuk meg működésünknek a fenntartóktól, a többit pedig mi termeltük meg. Most ezt a 70%-nak az előteremtéséhez úgy érzem, hogy jó úton járunk, megtettük a szükséges lépéseket, és nem hiszem, hogy problémák lesznek. Ha már a 99-es évnél tartunk, akkor úgy gondolom, hogy illő volna megemlíteni a legfontosabb és érdeklődésre számot tartó eseményeket, illetve hogy miket tervezünk. És ha mód nyílna rá, akkor a közönséget, illetve a sportcsarnok működését érintő változásokról szeretnék még röviden beszámolni, vagy tájékoztatást adni. Bár, ahogy említetted, márciusban válik tulajdonképpen ismert egy költségvetési pénzösszeg, melyek lennének tényleg azok az elképzelések, vagy akár már fix versenyek, amelyeket már most tudhatunk. Igen, tehát a legközelebbi, ami biztos, hogy az egész várost milyen érdekli, az február 6-án Pécsre látogat az amerikai női kosárlabda válogatott olimpiai és világbajnok. Gondolom, hogy teltház várható. Aztán amennyiben a női kosárlabda csapat bejut a Magyar Kupába a négy közé, ami hát elvárható, akkor megpályázzuk közösen a Magyar Kupa 4-es döntőjének a megrendezését.
annál is inkább most már illő volna egyszer itt Pécset kerülni, és hiszen kétszeres kupa győztes a csapatunk, és mindig Sopronban nyerték meg a kupát. Jó volna már egyszer itthon is. Az őszi időszakban egy nagyon érdekes esemény várható. Itt lesz Pécsett a kelet-európai férfi kosárlabda tábor, erről 2-3 mondattal talán bővebbet. Ez tulajdonképpen egy játékos börze, egy holland ügynökség szervezi, és a piacra kerülő, illetve csapatot kereső európai, kelet-európai játékosok edzőtábora tulajdonképpen, ez egy hetes lesz. Tehát itt mérkőzésekkel, igen, nagy fölhajtással, és amennyiben ez jó sikerül, akkor a jövő évben, jelenleg 3 van ilyen a világon, 3 különböző földrészen, akkor ez az ügynökség egyet szervezne is itt Magyarországon, nálunk Pécsett, azzal az indokkal, hogy jelenleg Magyarország a világ olyan legjobban megközelíthető országa. Tehát olyan szempontból, hogy senkinek nincs vízumkényszere jóformán. Tehát ez pedig elsősorban a délszláv, meg a volt szovjetunióbeli államok játékosait ilyen szempontból érinti, hogy könnyen el tudnak ide jutni. És ha jól emlékszem, azért az elmúlt időszakban egy ilyen nevezük seregszemle azért nem igazán volt jellemző. Igen, hát ez biztos nagyon érdekes lesz. És akkor még egy eseményt említenék, amely hát tárgyalás szintjén van már decemberben a Magyar Ökölvívó Országos Bajnokság férfi és női. Ez egy 2, illetve 3 napos eseménysorozat lenne. És melyek azok a fontos elemek, amelyek minket, tehát a közönség jobb kiszolgálását eredményeznék? Gondolok itt a sportcsarnokbeli változtatásokra is, ha terveztek egyáltalán ilyeneket. Igen, legvégén mondám a sportcsarnokot, nincs olyan létesítményünk, ahol valamilyen szebbítő, jobbító dolgot ne terveznénk. A Várkői pályán felújítjuk, illetve elkészítjük az atlétikai pályát, ez már folyamatban van, és a tavaszi versenyidényre már rendelkezésre fog állni. A jégpályára egy új jégfelújító gépet szeretnénk vásárolni, amelyhez várjuk a város segítségét. A Kovács telepen pedig most készült el az edzőpálya esti világítása, ezt az Egyesület egy pályázaton nyerte, ott pedig az öltöző felújítása szerepel a tervekbe. Hát a legnagyobb változásokat a sportcsarnoknál tervezzük, ugyanis egészen európai szintű események zajlanak most már nálunk, de szerintem a környezet nem mindenben felel meg ennek, és ez roppant módon szóval nem tetszik nekem. Az első, ami megoldásra vár, és ezt úgy érzem mindenki támogatja, és egy normális parkoló. Tehát 2 variáció van, a közeljövőben eldől, hogy melyik megoldás részesül előnybe, de biztos, hogy megoldódik. A következő lenne, miután a parkolás megoldódott, egy normális közönséget befogadó előcsarnoknak, fogadócsarnoknak a létesítése. Ehhez semmiféle központi segítséget nem várunk, szerintem ezt vállalkozói alapon össze lehet hozni. A jelenlegi parkolóhelyén létesülne. Ez egy kb. 600 négyzetméteres előcsarnok. Tulajdonképpen a mostani előcsarnok rész bővítéséről lenne szó. Tulajdonképpen déli irányba bővülne a sportcsarnok ezzel, ahol megfelelő vendéglátóhelyek, stb. Állna rendelkezésre. Tehát egy kulturált vendégfogadást tenne lehetővé. Illetve hát egészségügyi szempontból sem szerintem a legjobb dolog, hogy ott benne folyosón dohányoznak, stb. Hát biztos mindenki tapasztalta, hogy milyen rossz a levegő ilyenkor egy sportesemény alkalmával. És még egy dolgot szeretnénk, hát nagyon jó volna, ha összejönne. Azt hiszem nem sok ilyen sportcsarnok van az országban vagy a világon, ahol bizonyos részeit nem lehet látni a nézőtérről. Tehát szeretnénk olyan módosítást eszközölni ott a lelátó rendszerbe, hogy részben láthatóvá tenni a küzdőtér minden egyes pontját mindenhonnan, részben pedig hát ezzel bővülne is a nézőtér egy olyan terveink szerint 400-500 helyjel. Reálisan mi valósulhat meg ezekből az elképzelésekből? Koncentrálva erre a 3 legfontosabb dologra? Szerintem a parkoló mindenképp, mert ezek az állapotok már nem megengedhetőek. A többi meg csak rajtunk múlik, hogy mivel mondom, ehhez anyagi segítséget nem várunk a várostól, saját erőből megpróbáljuk ezeket a dolgokat összehozni. Hát én nagyon bízom benne, hogy a parkoló mindenképpen, ez az előcsarnok rész is, és a lelátó legalább az egyik oldalon idén nyáron már. Mert mindezeket nyáron lehet csak megcsinálni, amikor ugye nincsenek olyan események.
Egy apróság, és akkor még maradunk egy picit a sportcsarnoknál. Régóta kérdés, és általában mindig felvetődik, hogy nem lehetne közös mérkőzéseket kosárlabdázók körében, vagy akár ugye kézilabdásokkal játszani, ami egy részt jobb kihasználtságot is jelentene, másrészt pedig mondjuk közönségvonzóbb lenne, hogyha a PVSK-s lányok és a Matávese fiúcsapat a kosárlabdáról beszélek, ugye egymás után játszanak. Mennyire látod ennek a lehetőséget? Végül is én a magám véleményemet tudom ebbe a dologba elmondani, hogy miféle akadályok merülnek fel. Hát első a sorsolás, tehát teljesen más szisztéma szerint épül fel a férfi és a női bajnokságnak a menetrendje, illetve hát befolyásolják az éppen zajló világesemények is, tehát például most a férfi csapat kijutott az Európa bajnokságra, teljesen fel kell borítani az eredetileg eltervezett sorsolást. Nem is tudnak még semmi pontosat a csapatok. Ez az egyik dolog, a másik pedig szerintem mind a két pécsi csapatunk majdnem minden mérkőzését közel teltház előtt játsza. Tehát arra az egy mérkőzésre is összejön az a közönség, na most gondolom nem igen akarnak osztozni a bevételen, hiszen ez az övék, ők a rendezők, mivel hát jelenleg ilyen szerencsés helyzetben vannak. Különben más oka nem hiszem, hogy lenne, mert ahogy én tapasztalom, igen jó az ott dolgozó csapatok között, mind a sportszakmai, mind az emberi viszony. Szépen, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Egy rövid kérdés, te mivel lennél elégedett 1999-ben? Hát én azzal lennék elég, hogyha mind a három csapatunk nagyon jó szerepelne elsősorban a hazai bajnokságban. Ősszel a két kosárcsapat újra kiléphetne a nemzetközi porondra, és ezekhez a színvonalas eseményekhez mi is azokat a színvonalas feltételeket tudnánk biztosítani, amiről itt beszéltem. Reméljük, hogy a tervek valósággá válnak most, 1999-ben. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, nézőinknek pedig a figyelmet, további kellemes napot, viszontlátásra!